Üdvözlöm Önöket! A Demokratikus Koalíció online sajtótájékoztatóját látják. Én Trippon Norbert vagyok, Újpest alpolgármestere, polgármesterjelölt. A kérdés az, hagyják-e, hogy a magyar emberek döntsenek Magyarország államfőjéről, vagy megkockáztatják, hogy Orbán egy újabb pedofil simogató jelöltet választott meg. A Demokratikus Koalíció határozati javaslatot nyújt be az önkormányzatokban. A pedofil segítő bűnözőnek kegyelmet adó Novák Katalin lemondása után egyértelművé vált. Soha többé nem szabad engedni, hogy Orbán Viktor jelöltjéből újabb pedofil simogató köztársasági elnöke legyen a hazánknak. Ezért kezd hétfőtől országosan utcai, valamint online aláírásgyűjtésbe is a Demokratikus Koalíció a közvetlen köztársasági elnök választás bevezetése mellett. Valamint a helyi önkormányzatokban is határozati javaslatokat nyújtunk be. Azért, hogy Orbán Viktor soha többé ne jelölhessen pedofil simogató köztársasági elnököt. Az embereknek kell döntenie, a magyar embereknek kell döntenie. Ezért a Demokratikus Koalíció polgármesterei, alpolgármesterei és önkormányzati képviselői határozati javaslatot nyújtanak be. Ebben arra fogjuk kérni minden megye, város és kerület közgyűlését, hogy támogassák a közvetlen köztársasági elnök választás magyarországi bevezetését. Vagyis a Fidesz polgármestereinek és önkormányzati képviselőinek is dönteniük kell. Hagyják végre, hogy a magyar emberek döntsenek az új köztársasági elnökről, vagy pedig Orbán Viktor esetlegesen újabb pedofil simogató államfőjét támogatják. A Demokratikus Koalíció önkormányzati határozati javaslata úgy fogalmaz, hogy soha többé ne választhassanak Magyarország államfőjének pedofil simogató politikust. El kell érni, hogy a magyar emberek közvetlenül szavazás útján választhassák meg köztársasági elnöküket. Vagyis itt az alkalom, hogy a fideszes önkormányzati képviselők és polgármesterek is állást foglaljanak. Vagy kinyilvánítják, hogy nem akarnak még egy pedofil simogató államfőt Orbán Viktortól, vagy pedig bevallják, hogy ők is a rossz oldalon állnak. Azért, hogy Orbán Viktor soha többé ne jelölhessen esetlegesen pedofil simogató köztársasági elnököt, az embereknek kell döntenie. A magyar embereknek kell döntenie. Ezért a Demokratikus Koalíció polgármesterei, alpolgármesterei és önkormányzati képviselői határozati javaslatot nyújtanak be. Ebben arra fogjuk kérni minden megye, város és kerület közgyűlését, hogy támogassák a közvetlen köztársasági elnök választás magyarországi bevezetését. Vagyis a Fidesz polgármestereinek és önkormányzati képviselőinek is dönteniük kell. Hagyják végre, hogy a magyar emberek döntsenek az új köztársasági elnökről? Vagy Orbán Viktor esetlegesen újabb pedofil simogató államfőjét támogatják? Ez a kérdés. A mi álláspontunk egyértelmű és világos.